Jó napot kívánok! A héten soros ülését tartotta a város képviselőtestülete. Az ülés az évente kötelező jelleggel megtartott közmeghallgatással kezdődött. A város önkormányzata szerdán délután 15 órakor zárt üléssel kezdte a munkáját, majd 16 órai kezdettel közmeghallgatáson kaphattak szót mindazok a városlakók, akik ügyes-bajos dolgaikkal a képviselőtestülethez kívántak fordulni. Elsőnek Szabó Péter és Kertész Károly Kisdobos utcai lakók álltak a mikrofonhoz, akik a város nyugati szélén fekvő utcájuk aszfaltozási és csapadékvíz elvezetési terveivel, a kivitelezés időpontjával kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Szintén utca aszfaltozással kapcsolatban érdeklődött Görög József az önkormányzat terveiről, majd Németh Tamás észrevételei kapcsán hosszasan tanácskozott a testület a Vörösmarty utca orvosi rendelő melletti szakaszának parkolási és közlekedési problémáiról. A továbbiakban többek között szó esett még a temető melletti előregedett fák kivágásáról, a Csokonai utcai vízelvezetési problémákról, használaton kívüli villanyoszlopok ügyéről, a TESZED akció keretében összegyűjtött hulladék elszállításáról, a város közterületein bekövetkezett rongálásokról és a II. Világháborús emlékmű rendbetételével kapcsolatos problémákról. A közmeghallgatás után márciusi soros ülésével folytatta a munkáját a testület. Elsőként Fehér László polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés között végzett munkájáról. Egyebek mellett szóba került, hogy a fogászati rendelőkben március közepétől már új fogászati kezelőegységek várják a betegeket, továbbá, hogy az új asztali tenisz csarnok átadását május 31-én tervezik, az avató ünnepség után pedig többnapos asztali tenisz bajnokságot rendeznek az új sportlétesítményben. A polgármester tájékoztatta a testületet a Huke Kft. Április 1-jei megszűnéséről és az egyes számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos várható változásokról. E két ügyben Farkas Gábor jegyző adott részletes információt. A folytatásban a képviselők kaptak szót, ahol többek között út- és járdafelújításokkal, a város közterületeinek rendjével, tisztaságával, a közlekedés és parkolással kapcsolatos gondokat jeleztek a városvezetés felé. Bakó László frakcióvezető a Nagyvárad utcai áldatlan állapotok és a polgármesteri hivatal melletti új parkba tervezett játszótér ügyében tett fel kérdéseket. Emellett jelezte, hogy a testületben ellenzékként működő Fidesz frakció nagyon megjelenési lehetőséget vár a helyi médiában. A második napirendi pontban a testület elfogadta Celdömölkváros településképi rendeletét, amiről Porsi Tamás városi főépítész tájékoztatott. A rendelet várhatóan május 1-től lép hatályba. A következőkben elfogadták a Celhő Kft. 2019-es fejlesztési tervét, majd tájékoztatást hallgatott meg a testület a helyi adók teljesítéséről. Iparűzési adóból 805.388.411 forint, idegenforgalmi adóból 15.275.500 forint, a beszedett gépjárműadó 40%-aként pedig 35,2 millió forint folyt be a város kasszájába. Ötödik napirendi pontként módosították a város költségvetési rendeletét, majd a hatodikban az önkormányzati bérlakások bérleti díjával kapcsolatosan változtatott az eddigi szabályokon a testület. A következőkben a tankerülettől kapott intézményszervezéssel kapcsolatos anyagot véleményezték a képviselők, többek között támogatták, hogy a Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája a jövőben újra felvegye a Berzsenyi Lénár nevet. Az önkormányzati ülés végén a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola melletti parkolók kialakításához kiadott tulajdonosi hozzájárulással, a teniszklub ügyével és fakivágási ügyekkel foglalkoztak a képviselők. A TV-cel az ülést élőben közvetítette, és a hét folyamán az többször is műsorra tűzi. Celdömölkön 1997 óta végezte a hulladékszállítást a Celi Huke Kft. Április 1-től a központi szabályozás változása következtében az önkormányzati Kft. Már nem végezheti el ezt a feladatot. A közbeszédben csak Kuka Holdingnak hívott NHKV ZRT 3 évvel ezelőtti megalakulása óta folyamatosan szorulnak ki a helyi szemétszállítással foglalkozó vállalkozások a magyarországi hulladékpiacról. Április 1-től városunk önkormányzati tulajdonú cége is erre a sorsa jut, pedig az elmúlt időszakban az önkormányzat minden lehető eszközzel segítette a cég túlélését.
Celdömölkön a hulladékszállítást 1997 óta a Celihuke Kft. Végezte, mely cég az utóbbi időben az STKH Sopron és térsége Nonprofit Kft. Alvállalkozójaként dolgozott. 2019. április 1-től a hulladék közszolgáltatás már nem végzi a Celihuke Kft. Eddig is csak alvállalkozóként végezte. STKH Sopron a közszolgáltató a képviselőtestület korábbi döntése alapján, hiszen ők voltak azok az egyetlenek, akik kijelölt közszolgáltatóként adtak ajánlatot ennek a felületnek az ellátására. Sajnos nincs lehetőség arra, hogy alvállalkozót vegyenek igénybe, központi elhatározás alapján úgy döntöttek, ezért a Celihuke alvállalkozói szerződése megszűnt. Az önkormányzat mindent megtett addig, hogy ezt a céget fenntartsa. Ő igazából folyószámla, hitel mögé garanciát is vállalt, hiszen most már az utóbbi időben meg kellett előlegezni a működéshez szükséges forintokat. Azt gondolom, hogy Celdömölkön 1997 óta kialakult egy olyan rendszer, ami a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vette, illetve az, hogy minél kevesebbet kelljen a háztartásoknak fizetni, hiszen házhoz menő szelektív hulladék volt, külön gyűjtött biohulladék volt, így a maradék hulladékba viszonylag kevés anyagot kellett beszállítani, így az ártalmatlanítási díj, lerakási díj nem terhelte annyira a céget, így könnyebb volt ezt az árat tartani. Az STK Sopron átveszi a Celihuke Kft. Dolgozóit, úgyhogy bízunk benne, hogy ugyanazon a színvonalon tudják ezt a szolgáltatást nyújtani, illetve hát a tapasztalataikat kihasználva próbálnak még ezen a lehetőségen javítani. Ugyanúgy megmarad a városban a házhoz menő szelektív hulladék, a biohulladék, mint eddig volt. Az ürítési napok változnak, ennek a részleteiről majd az új kemenes aljába tájékoztatjuk részletesen a lakosságot. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert meg kell szokni, bízunk benne, hogy ez az átállás minél gyorsabban, minél zökkenőmentesebben meg fog történni. Az új szolgáltató az ügyfélfogadást Celdömölkön nem teszi lehetővé. A hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben ezentúl személyesen csak a sárvári, illetve a soproni irodában állnak a lakosság rendelkezésére. Sajnos az ügyfélfogadást a feltételek előírása miatt úgy döntött a Sopron, hogy Celdömölkön nem tudja vállalni, de mind telefonos, mind elektronikus elérhetőségben állnak rendelkezésre, illetve személyesen Sárváron vagy Sopronban fognak tudni segíteni az ügyfeleknek. Az átállási időszakban folyamatosan zajlik a hulladékszállítás, tehát nem kell attól tartani, hogy esetleg felgyülemlik a szemét a lakásokba, az utcákon esetleg. Ugye gondolom ez problémaként jelent itt az elmúlt napokban. Ennek az volt igazából az oka, hogy megfelelő személyzet nem állt rendelkezésre a Celihuke Kft-től, tehát ez sajnos az átállástól független volt. Bízunk benne, hogy ez a probléma megoldódik, tehát azt gondolom, hogy itt nem kell ettől tartani, hogy az átállás miatt a szemét felgyülemlik, tehát mindenkitől el fogják szállítani. Úgyhogy a lakosság türelmét kérjük. Tehát hétfőtől már nem a Celihuke Kft. Végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást Celdömölkön. Az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekről, például a szállítási időpontok esetleges változásáról a későbbiek folyamán tájékoztatják a lakosságot. A Celdömölki Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája idén is megrendezte több mint két évtizedes múltra visszatekintő rajzversenyét. A tankerületi rajzverseny március 27-én zajlott az intézményben 5 iskola részvételével. A tankerületi rajzverseny kezdetén Skriba Zsoltné, az iskola rajztanára mondott köszöntőt, majd az énekkarosok dallal kedveskedtek a résztvevőknek. Nagy Eszter 7. osztályos diák Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét szavalta el, majd a versenyzők nekiálltak az alkotó munkának. 3 korcsoportban versengtek a résztvevők, mindenkinek egy-egy beállítás csoportból kellett egy részletet megragadni rajzolásra, ezen belül az 5.-6. osztályosoknak egy forgástestet, a 7.-8. és a középiskolásoknak pedig egy szögletes testet saját látásmód alapján a perspektívikus ábrázolásra törekedve. A tankerületi rajzversenynek több mint két évtizedes hagyománya van az intézményünkben. A
szíve motorja Skriba Zsoltné kolléganőm, akinek az egész életét áthatotta a tehetséggondozás. A rajztanítás, a rajztehetséggondozás, Marcsi néni neve, illetve az alsósági iskola így már összefonódott. A rajzverseny megszervezésén túl egyéb eredmények is bizonyítják, hogy az alsósági iskolában magas szintű tehetséggondozás folyik. A Gyenesdiási Művészeti Alapiskola 3 megyére kiterjesztve juttatott el felhívást az intézménynek egy művészeti fesztiválra, melyen szép sikerrel szerepeltek az iskola diákjai. Ebben csak művészeti alapiskolák vettek részt, 8 művészeti alapiskola. Én megmutattam a felhívást a kolléganőmnek, és a rajzszakkörösökkel ismét nekiállt rajzolni. Nagyon büszkék vagyunk az eredményre, hiszen a 8 művészeti alapiskola között, ami általános iskolánk, az 5.-6.-osok korosztályából első helyezést ért el Beleznai Zsófia, a 7.-8. osztályosok közül pedig Nagy Melissa 3. helyezést hozott el. Azt hiszem, elfogultság nélkül állíthatom, hogy akkor a tehetséggondozó munka az a művészeti alapiskolák elvárásainak is megfelelt. Még egy másik eredményről is be tudok számolni. Nagy Eszter Noémi, 7. osztályos tanítványunk a versmondás kategóriában indult, és ezüst minősítést szerzett. Az ő felkészítője Nagy Jánosné kolléganő volt. A rajzverseny eredmény hirdetésén a következő celdömölki tanulók részesültek díjazásban. Az 5.-6. osztályosok körében első helyezett Beleznai Zsófia, különdíjas Horváth Laura lett az alsósági tagiskolából. 7.-8. osztályos kategóriában első lett Nagy Melissa az alsósági tagiskolából, második Somogyi Petra a városi általános iskolából. Különdíjasok az alsósági tagiskola diákjai Zsigmond Klaudia és Bicó Dominika. A középiskolás kategória eredményei. Első helyezett Döme Réka, második helyezett Somogyi Tamás, harmadik helyezett Kupi Virág. Különdíjasok Bukovics Dominika, Hajmási Dóra, Garai Nóra, Zubor Dorka, Berta Dorotea. Minden középiskolás helyezett a Berzsenyi Dániel gimnázium tanulója. Újszerű és izgalmas számítástechnikai programot ismerhettek meg a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai. Székely Pál, profi dartsjátékos mutatta be számukra saját fejlesztésű, Dartsmatek elnevezésű programját március 26-án. Az újfajta szoftver megismerésére összegyűlt pedagógusokat és diákokat Cupor Attila iskolaigazgató köszöntötte, majd átadta a szót a program megalkotójának. Székely Penge Pál tanár, többszörös profi darts bajnok, akinek sok éves tapasztalata, hogy a kisiskolás és idősebb gyermekek matematikai oktatása során a legjobb eredményeket játékos módszerekkel lehet elérni. Így született meg a Dartsmatek program, melynek alkalmazásával lehetőség van a matematika tanulás játékos módon történő gyakorlására egy érdekes sport által, hiszen a darts azon túl, hogy egyszerű és izgalmas játék, nagyon szigorú matematikai alapokon nyugvó sport is egyben. A játékosnak a másodperc tört része alatt kell tudni fejben összeadni, kivonni, szorozni, a játék gyakorlása során pedig ezek a műveletek automatizmussá válnak. Ezen a ponton kapcsolódik össze a matematika tanítása és a darts. A Dartsmatek program arra való, hogy az alapkompetenciákat, az összeadás, osztásszorzás, kivonás, logikai alapok, kombinatórikai alapok, ezeket készségszintre tudjuk fejleszteni a gyerekeknél, hogy tartozik még a számfelismerés, egy egyedülálló, interaktív és teljesen játékos módon. Nem tudok olyan programról, ami ennyire interaktív és ennyire játékos módon oktatná ezt a
ezeket a képességeket, készségeket, és hát a fejszámoltatás gyakoroltatására is tökéletesen alkalmas úgy, hogy a gyerekek észre se veszik, hogy matekoznak. A dartsnak eleve magának a sportnak óriási népszerűsége van. A gyerekek az interaktivitást, az, hogy ez egy interaktív eszközön történik, az, hogy nem papírral, ceruzával, hanem tényleg a mai kornak megfelelő eszközökkel tanulják a matematikai alapokat, ezt sokkal jobban szeretik, mint a krétát meg a hagyományos táblát. A program kifejlesztése a tavalyi évben fejeződött be, idén tervezik a hazai és nemzetközi piacra kerülését, workshopok keretében történő, minél szélesebb körű megismertetését országszerte. Így jutott el a program Celldömölkre is, hogy egy próbaóra által megmutassák a pedagógusoknak, miként lehet a matematika órák keretébe beilleszteni ezt az izgalmas és érdekes programot. Az elsődleges célunk, hogy az idén a továbbfejlesztés mellett már egy érdemi értékesítést is végezzünk, és nagyon sok iskolába eljutassuk a programot, pláne ott, ahol ilyen digitális felszereltség van, ilyen oktatási körülmények vannak, mint ebben az iskolában is, és a gyerekek egy újszerű módon tanulják meg a matek alapokat, élvezzék azt, és ne legyen nehézség nekik sem az iskolában, sem később az életben a számolás és a matematikai alapok. A dartsmatek egy interaktív oktatási segédeszköz és egyben egy játék is, melynek gyakorlása közben ötféle feladat közül lehet választani, de a feladatok beállításainak változtatásával szinte megszámlálhatatlan variációban indítható el a játék. Lehetőség van másokkal összemérni a tudást, versenyezni és mérni a feladat megoldásához felhasznált időt. A bemutató óra során mindezekben része lehetett a diákoknak, majd a pedagógusok nyerhettek betekintést a dartsmatek oktatásban történő felhasználásába. A Dunántúl, azon belül is Zala megye déli részének a 20. századig megmaradt méhészeti hagyományait foglalta össze március 23-án a KMKK-ban tartott előadásában Gyanó Szilvia, néprajzkutató. A Keszthelyi Balaton Múzeum muzeológusa a méhészet eszközeit, a méz felhasználásának ősi módjait ismertette az érdeklődőkkel. A méhészkedés korai emlékeit idézte fel Népi méhészet a Dunántúlon című előadásában Gyanó Szilvia néprajzkutató, aki, mint mondta, az első írott források már az egyiptomiaknál fellelhetők, de a görög és római kultúrában is jelen volt a mézzel való foglalatoskodás. Hajdanán mézzel édesítették az ételeket, sőt gyógyszerként és tartósítószerként is alkalmazták. Kedvelt volt a mézes kenyér, a mézes páva sült, de hal és vadételek ízesítéséhez is előszeretettel használták. Méhek porozzák be a virágokat, nem lesz gyümölcs, nem lesz növény, nagyon sokat kellene velük foglalkozni, és lehet, hogy néhány trükknél, vagy néhány fogást el lehetne lesni a régi méhészektől, hogy ők mondjuk hogyan akadályozták meg a betegségeket, vagy hogyan próbálták szaporítani a méhcsaládot, és hogyan, vagy akár hogyan neveltek egy olyan méhcsaládot, amelyik már nagyon gyenge volt. Ugye most már teljesen más a méhészet, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, azért most már nem is beszélhetünk tulajdonképpen népi méhészkedésről, hanem ilyen ipari termelésszerű méhészetről beszélhetünk. Nagyon népszerűek a termékek, ugye a bio, meg a zöld életmódnak a kedvelői egyre inkább fordulnak a természetes tápanyagokhoz, hát köztük a mézhez és a mézzel készített élelmiszerekhez is. Az előadó felidézte, hogy elődeink milyen módszerekkel szerezték meg a mézet a mézoduból, miként sajtolták azt, hogyan védték a méheseket, és hogyan zajlott a korabeli rajbefogás. A 19-20. Század fordulóján is fontos alapanyag volt a méz, megjelentek a vásárokon a mézes kalácsok, a mézsör, ami kevés alkohol tartalma miatt a lányok, asszonyok körében volt népszerű. A méznek, a méhészeknek, de nem csak a méznek, a viasznak, vagy a mézből készült mézsörnek nagyon nagy jelentősége volt, nagyon jelentős adózási cikk is volt, mind a méz, mind a méhraj, mind a sör, mind az azokból készült termékek, és nagyon sok kellett ez, nem csak a paraszti háztartásokba, hanem a főúri háztartásokba, vagy például egyházi felhasználásra. Azt, hogy a magyar gazdaság mennyire gazdag hagyománnyal rendelkező ágazata a méhészet, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az előadás századokra visszamenően bizonyította a méz felhasználásának számtalan módját. A Népi Méhészet a Dunántúlon című előadás a Sárvári Népművészeti Alapítvány által szervezett Vándorló Néprajzi Szabad Egyetem keretében került megrendezésre,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csóri Sándor alaptámogatásával. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár ifjúsági hangversenybérletének soros előadására március 28-án várták a felső tagozatos és középiskolás korosztályt. Ezúttal a Full Moon vokál együttes tagjai vezették be az ifjúságot az a cappella zene világába. A Full Moon vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden 5 komoly és könnyű zenei képzettséggel is rendelkező fiatalemberből. Az együttes, az a cappella, azaz hangszeres kíséret nélküli, tisztán énekelt zenei műfajt képviseli és népszerűsíti Magyarországon. Hazánk első számú többszörös nemzetközi díjas pop a cappella együttese csaknem 2 évtizednyi újító, úttörő munkát tudhat maga mögött, hiszen neki köszönhetően a hangszerek nélküli, énekelt popzene soha nem látott népszerűségre tett szert a magyar közönség körében. Eddigi pályafutásuk alatt 6 nagy lemezt, 9 nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést és a hazai zenei élet legnagyobb előadóival közös együttműködést mondhatnak magukénak. Mindemellett a Full Moon az első a cappella formáció, mely a Dal című euróvíziós dalválogatóban szerepelt. Az együttes a második helyezésig menetelt saját dalával, amely által az egész ország megismerhette őket és a műfajt. Az együttes tagjai az ifjúsági hangverseny keretein belül az a cappella műfaj középkori komoly zenei és újkori könnyű zenei történetét osztották meg hallgatóságukkal, természetesen odaillő dallamok megszólaltatásával. Az a cappella újkori történetében már a könnyű zenei vonulata meghatározó, melyben jól megférnek a gospel dalok és spirituálék. Innen tovább haladva a könnyű zenei műfajok alapjául szolgáló blues, majd az 50-es, 60-as évek rock'n'rollja került megemlítésre, hogy aztán hangszer nélkül felcsendülő dalaival az együttes eljusson a 80-as, 90-es években megjelent szájdobolásig és napjaink zenéjéig. Egyre jobban közeleg a város nagy rendezvényeinek sorában kiemelkedő szerepet betöltő Tulipán Fesztivál, mely idén április 12-e és 14-e között kerül megrendezésre. Most következő összeállításunkban a tavasz köszöntő ünnep programjairól számolunk be. Idén 6. alkalommal kerül megrendezésre az immár hagyományosnak mondható tavaszköszöntő ünnep, mely ezúttal az eddigieknél még sokrétűbb és gazdagabb programot kínál a városlakóknak és idelátogatóknak egyaránt. A fesztivál első napjának kezdő programja a gyerekeknek kedvez, a Szavária részfúvós együttes rendhagyó komoly zenei, de egyben vidám és szórakoztató előadása várja őket 10 és 14 órakor. Délután nyílik a népművészeti kiállítás, mely elsősorban a Kárpát-medence népviseleteit mutatja be Hámori Sándor gyűjtő anyagából. A kiállítás megnyitó, egyben a fesztivál megnyitója is. A rendezvényt Fehér László polgármester nyitja meg, a kiállítást pedig Kondora István Sárvárváros polgármestere. A kiállítás megnyitón közreműködnek a Bajkó zenekar, illetve Sárvár és Szeldömök néptáncosai. A galérián lesz egy kis táncház is a közreműködőkkel, valamint somlói borok kóstolója. Párhuzamosan a kiállítás megnyitóval, illetve a Tulipán Fesztivál eseményeivel a somlói borvidék borversenyei zajlik majd, ennek a borgálának is az eseményei a Tulipán Fesztivál keretében zajlanak majd. Az intézmény előtti téren utcaszínházi előadással közreműködik a Soltis Lajos Színház a programban, a színházteremben pedig a Bajkó zenekar lemezbemutató koncertje lesz. Este az intézmény előtti téren a Margaret Island zenekar fog fellépni, mint a rendezvény egyik fénypontja. A téren, illetve a Szentháromság téren már pénteken is lesz kemenesi piac, ahol helyi ízeket kóstolhatnak majd a vendégek, borokat, söröket, illetve mindenféle finomságot vásárosok is kipakolnak már, az estet pedig retrodiszkóval zárjuk.
A pénteken megnyíló kemenesi piac szombaton tovább folytatódik, délután 3 órakor majd az óvodások, iskolások és a művelődési központ táncos művészeti csoportjai foglalják el a színpadot, közben pedig elindul a motoros felvonulás, valamint a tulipánút bejárása hintóval és kisvonattal. 4 órakor a Tücsök báb csoport szerepel, 5 órától pedig rock együttesek színesítik a programot. Fellép a Kedves Kovács, a Vadvagány, illetve a Paradise zenekar, este 9-kor pedig megérkezik a színpadra a legendás Lord együttes. Vasárnap a Nosztalgia jegyében zajlik majd, hiszen hallgathat a közönség citere zenekart, magyar nótát, Nosztalgia slágereket, és a vasárnapi program zárásaképpen pedig Balázsi Betti és Varga Feri lépnek fel. A vasárnapi program különlegessége még, hogy zajlani fog szintén a kemenesi piac, valamint a tulipános terítő programban helyi vendéglősök kínálják ismét a házias ízeket, a közönség pedig megvásárolhatja a kóstolójegyeket, és kóstolójegyek ellenében megkóstolhatja mindazokat az étkeket, melyeket a helyi gasztronómusok elkészítenek. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényekre. A vasárnapnak kiemelkedő kulturális eseménye a Tulipános Láda, amely nem más, mint egy interaktív játszóház. Kézműves foglalkozásokkal népesítjük be a művelődési központot, és külsőleg pedig úgy fog kinézni az intézményünk, mint egy tulipános láda, hiszen már az elkövetkező napokban megkapja ezt a népművészeti öltözékét, burkolatát az intézmény, és ebbe a ládába zárjuk majd be vasárnap a különböző népi mesterségeket, bemutatókat, népművészeti kiállítást, zenészeket, táncosokat, és mindenki, aki részt vesz a programban, kipróbálhatja ezeket az ősi mesterségeket. Szeretettel vár minden gyógyulni vágyót Hajba Diana természetgyógyász, fülakupunktúrás addiktológus, a Sárvári természetgyógyászati terápiás és diagnosztikai rendelőben. A rendelő a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségeket kínálja páciensei számára. Meridém számítógépes, komplett állapotfelmérés, IBR system biorezonanciás kezelés, emésztőszervi, nőgyógyászati problémák, allergiás panaszok esetén. Mozgásszervi, izom és izületi panaszokra, köpőterápia és akutép kezelés. Bőr problémákra lézerterápia. Továbbá fülakupunktúrás kezelés, addiktológia, szenvedélybetegségek leszoktatása és fogyókúrás program. Moxaterápia, ajurvéda masszázs és Aviva nőgyógyászati torna áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az egyéb kezelési területekről a rendelő honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak. A tavaszi szezon egyik legfontosabb mérkőzése várt múlt szombaton a CVS-e labdarúgóira. A bajnoki címre hajtó listavezető Celiek a 2. helyen álló Körmend otthonában léptek pályára. A bajnokság 1. és 2. helyezettje csapott össze Körmenden a 19. fordulóban. A listavezető Celiek 7 pont előnnyel érkeztek riválisuk otthonába, egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehettek a bajnoki cím megszerzése felé. A találkozót ennek szellemében kezdte a vendégcsapat, a sípszó után azonnal neki esett a hazai együttesnek. A hirtelen jött nagy nyomással nem nagyon tudott mit kezdeni a Körmend, és az 5. percben már csak szabálytalanul tudták megakasztani a celi rohamot. 20 méterről végezhetett el szabad rugást a celdömök, és Németh József szépségdíjas lövéssel küldte a játékszert a bal felsőbe, hamar előnyhöz juttatva csapatát. A középkezdés után a hazai játékosok alig tudták felvenni taktika szerinti pozíciójukat a pályán, már is újra a kezdőkör közelében találták magukat. A Celiek 2 röpke perc elteltével megduplázták előnyüket, egy remekül lekészített labdát Németh József lőtt ellentmondást nem tűrően Farkas kapujába. Előnye birtokában sem állt le Kovács Balázs együttese, tovább szőtte támadásait és nagy nyomás alatt tartotta vendéglátóit. A félidő közepén jegyezhettük fel a körmendiek 1. lövését, Sályi próbálkozását azonban könnyedén hárította Oswald.
Pár perc múlva Nix hozta a frászt a vendégekre, a celi hálóőr ezúttal lábbal tudott menteni. A CVS-e érezte, hogy ezekben a percekben közel jár a házigazda a szépítéshez, így ismét begyújtotta rakétáit, aminek kis hiány egy újabb gól lett az eredménye. Egy szélről érkező beadást Piri fejelt kapura, a labda átszállt Farkas kapus felett, de a felső lécről kifelé pattant. A szünetig maradt a két gólos celi előny, a hazaiak már csak a második félidei feltámadásukban bízhattak. Fordulás után a támadó szekcióját erősítette meg Molnár Károly, Sipos révén ugyanis egy csatárt küldött pályára. A körmendiek igyekeztek beszorítani kapujuk elé a celieket, Nix és Sipos révén egy-egy hazai helyzetet fel is jegyezhettünk. Volt azonban lehetősége a celnek is, Német és Piri is foglalkoztatta néhány alkalommal Farkas kapust. A 71. percben szép támadást vezethetett a CVS-e, melynek végén 11-eshez jutott, hisz egy hazai védő kézzel illette a bőrgolyót a saját 16-osán belül. A büntetőt Molnár Tamás értékesítette, végleg eldöntve a 3 pont és talán a bajnoki cím sorsát. A lefújásig lendületben maradt a celdömölk, de újabb gólig már nem jutott, de így is nagyon magabiztos, sima győzelmet aratott a rangadon, ahol az eredményesség jó játékkal is párosult. Ezzel a sikerrel 10 ponttal előzte meg a körmendet a CVS-e a tabellán, de mivel a király 2-1-re nyerni tudott Kőszegen, fellépett a második helyre a szombathelyi alakulat, 8 ponttal lemaradva a mieink mögött. Ismét összegyűltek a Dart Sport kedvelői szombaton a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előcsarnokában. A Celdömölki Darts Klub 6. alkalommal hirdette meg nyílt versenyét. 54 versenyző áll tábla elé szombaton a 6. Celdömölki Steel Darts Open versenyén, ahol a visszatérő versenyzőkön kívül amatőrök is kipróbálhatták magukat a dartsozásban. A celi klub tagjain kívül ezúttal is érkezett nevező Budapestről, Ajkáról, Bükkről, Szombathelyről, de győrieket is mozgósított a felhívás, és Eplényből is érkezett játékos. A játék 501-es dupla kiszálló volt, ahol a csoportkörökből az első 4 jutott tovább a legjobbak közé, ahonnan egyenes kieséssel folytatódott tovább a küzdelem. A játék végén természetesen az elismerés sem maradt el, a helyezetteket pénzdíjjal, kupával és oklevéllel jutalmazták a szervezők. A Celdömölki Darts Klub 3 évvel ezelőtt alakult meg Kamondi Zsolt vezetésével, tagjaik száma jelenleg 22 fő, de folyamatosan lehet csatlakozni hozzájuk. Keddi és pénteki foglalkozásaikon szívesen várják az új tagokat, akik még csak most ismerkednek ezzel a sportággal, de szívesen szembenéznének némi kihívással. Kedves nézőink! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket! Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!